Jó estét kívánok! Ma egy igazán fontos dologról fogunk beszélgetni, hiszen Hajdú és Szabolcs vármegyék után Borsod és Báskiskun vármegyékben is igazolták a madárinfluenza vírus jelenlétét. Ennek kapcsán fogunk beszélgetni most dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvossal. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Főállatorvos úr, nyilván mindig hallunk olyan híreket, hogy madárinfluenza felbukkan itt-ott, de az utóbbi időben én úgy gondolom, hogy kicsit csendesség volt már, ami a nyilvánosságot illeti. Most minek köszönhető az, hogy már a negyedik vármegyében is igazolták a vírust? Azt kell látni, hogy a madárinfluenza vírusa az Európában jelen van. Ez azt jelenti, hogy igazából az év bármely szakában felbukkanhat, és ez az időszak, amikor a vadmadarak is vonulnak, illetve az időjárási viszonyok is olyanok, akkor nyilván a járvány az könnyebben felüti a fejét. Néhány éve volt, már nem emlékszem pontosan az évszámra, amikor eléggé komoly madárinfluenza járványról beszélhettünk. Most, hogy négy vármegyében is felbukkant viszonylag rövid idő alatt, kell számítanunk további terjedésre? A kockázat az nyilvánvalóan, tehát ahogy említettem, ilyenkor sokkal magasabb. Magyarországon azok a vármegyék a legkockázatosabbak a madárinfluenza szempontjából, ahol vagy a nagy arányú baromfi tartás folyik, vagy pedig a vadmadarak vonulása, illetve időszakos megpihenése az jellemző. Így minden olyan vizes élőhely, illetve a vizes élőhelyek közelében lévő területek, azok nagyon nagy kockázatnak vannak kitéve. Így nincs kizárva az, hogy adott esetben a járvány nagyobb mértékű kiterjedése következik be. Itt, ha már a vizes élőhelyeket említette, itt elsősorban nagyobb tavakra és folyókra kell gondolni. Most így arra próbálok így... Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy például Heves vármegye ilyen szempontból mennyire veszélyeztetett terület. Ugye itt van egy Tiszató, ha Gyöngyös nézzük, itt van viszonylag egy nagyobb gyöngyösító. Ezek potenciális veszélyt jelentenek akkor? Ugye azt kell figyelembe venni, hogy a vizes élőhelyek közelében a baromfi állományok mennyire vannak jelen. Tehát önmagában, ha csak egy vizes élőhely van, az nyilvánvalóan a vadmadár populáció szempontjából egy veszélyforrás. Ilyenkor a vadmadarak ott megpihennek, és adott esetben a vírus ott megtalálható, de az igazán veszélyes szituáció akkor következik be, amikor baromfi állományokba terjed át ez a vírus. Úgyhogy tehát a legveszélyeztetettebbek azok a területek, ahol a vizes élőhelyek közelében vannak a baromfi telepek. Az, hogy magas patogenitású madárinfluenzát mutatták ki, ez pontosan mit jelent? Mert ha jól rémlik, akkor az első két vármegyében talán az egyik helyen alacsony patogenitású volt, most viszont magas. A kettő között mi a különbség? A két típus között igazából a megbetegítő képesség, illetve a fertőzésre való képesség az, ami a lényegi különbség. Magas patogenitású vírusok esetében sokkal szigorúbb intézkedésekre van szükség, mint alacsony patogenitású vírus esetében. Ugyanakkor viszont a veszélye az alacsony patogenitású vírusnak az, hogy az gyakorlatilag bármikor átalakulhat magas patogenitásúvá. Erre vonatkozóan vannak kutatási eredmények, amelyek ezt bizonyítják, viszont nem lehet megmondani, hogy ez hogyan következhet be. Éppen ezért mind magas patogenitású vírus kimutatása esetén, mind pedig alacsony patogenitású vírus kimutatása esetén szükséges, hogy hatékony és azonnali hatósági intézkedés történjen. Ha jól tudom, akkor a mostani esetekben arra lettek figyelmesek, hogy kevésbé esznek az állatok, kicsit le vannak lassulva, és egy idő után elhullottak.
gondolom ennek a vírusnak is van egy fejlődési szakasza. Ezekből az állatokból kerülhetette boltokba vagy tányérokra, tehát hogy találkozhatnak-e ilyen típusú fertőzött madarakkal az emberek? A vírusnak a lappangási ideje az 14 napig terjedhet, tehát ez azt jelenti, hogy egy állományban a vírus már ha vannak tünetek, akkor a tünetek megjelenése előtt 14 nappal megtalálható, tehát 14 nappal azelőtt is bekerülhetett. A jelenben érintett telepek hús nem került ki a forgalomba, de egyébként a madárinfluenza vírus viszonylag egy érzékeny vírus például hőkezelése, így konyhatechnológia alkalmazásával, tehát sütés-főzéssel a vírus elpusztul. Ugyanakkor azt, hogy ne kerülhessen fertőzött vagy fertőzöttségre gyanús termék humán fogyasztásra, ezt megfelelő vizsgálatokkal, a baromfi állományokra vonatkozó kötelező vizsgálatokkal garantálható. Tehát ha véletlenül mégis valaki ilyen madárhoz jutna, akkor sem történik, tehát nem veszélyes az emberre, ha mégis valahogy elfogyasztja, tehát akkor ezt kijelenthetjük. Megfelelő hőkezeléssel, hát ugye nyersen azért nem annyira szokás baromfi húst tenni, tehát az mindenképpen fontos, hogy a baromfi húst megfelelően megsüssék, megfőzzék, és akkor nem csak madárinfluenza vírus pusztul el így, hanem minden egyéb kórokozó. Ennek fényében, hogy most négy vármegyében is felütötte fejét ez a betegség, ugye a NÉBIK folyamatosan ellenőrzi menetrendszerűen a baromfi telepeket, de emiatt várható-e fokozott ellenőrzés a vármegyékben, azokon a telepeken, ahol mondjuk baromfival foglalkoznak? Szigorított ellenőrzés van folyamatban ilyenkor a járvánnyal érintett területeken, illetve a baromfi telepek betelepítésénél minden esetben a hatóság engedélye szükséges ahhoz, hogy oda tehát egy üres telepre állatot lehessen betelepíteni. Illetve azok a vizsgálatok, amik ilyenkor életbe lépnek, tehát a baromfi állományok szállítás előtti vizsgálata, akár vágóhídra, akár továbbtartása történik ez a szállítás, ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy adott esetben a betegséget fel lehessen deríteni, hogyha ott van, vagy pedig ki lehessen azt zárni, hogy ott van a betegség. Lejárt a műsoridőnk, de ezt mindenképpen meg szerettem volna kérdezni, hogy van-e gyanú újabb vármegyékben a betegség kapcsán? Ugye említette, hogy 14 napig azért lappang, aztán jönnek elő az igazi tünetek. Jelezték-e már máshonnan, hogy esetleg gond lehet? A vizsgálatok folyamatosan zajlanak, és hát mindazok a területek, ahogy már említettem a beszélgetésünk elején, ahol nagyon sűrű a baromfi állományok, tehát nagyon sok baromfi állományt tartanak, ott elképzelhető, hogy a vírus megjelenik. Főállatorvos úr, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és hogy beszélhettünk róla. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget. Önök viszont ne menjenek messzire, hiszen hamarosan folytatjuk, méghozzá cukorbetegekről lesz szó, illetve ennek a vizsgálatáról.